Mai vendégünk Kunné Nánási Mónika, a Dériné Kulturális, Turisztikai, Sportközpont és Könyvtár megbízott intézményvezetője. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is üdvözlöm sok szeretettel a televízió nézőket, és köszönöm szépen, hogy itt lehetek ismét. Dériné számos szakkört indított idén is. Melyek ezek, mit lehet róluk tudni esetleg a jelentkezésről, és hogy kik tartják, milyen időközönként vannak? Nagyon sok szakkörünk van, hála jó Istennek elmondhatjuk, aminek igazán örülünk, hogy nő a számuk egyre inkább. Ugye szeptember elejétől elindultak a néptánc szakköreink. A toporgó néptánc csoportban az 5-7 éves óvodáskorú gyermekek járnak. Ők hétfőnként 5:30-6-ig vehetnek részt a foglalkozásokon, és azokat jó magam én vezetem. Keddi napokon van az árendás, illetve a kopogó néptánc csoportnak a programja. Ugye az árendásban az alsó tagozatos, a kopogókba pedig a felső tagozatos tanulók kapcsolódhatnak be. Ezt Oroszné Milinkov Ferit a kolléganőm vezeti, illetve működik a Pántlika néptánc csoport, amelyben középiskolás, illetve főiskolás egyetemista diákok vesznek részt. Ők két hetente szombatonként szoktak próbálni a Dériné Kulturális Központban, és ezt is Oroszné Milinkov Ferita vezeti, de vannak külső segítőink, például Árvai Zsika táncoktató, illetve Bíró Attila, illetve a felesége, akik szintén időszakonként részt vesznek ezeken a próbákon. Ezen kívül nagyon sok szakkörünk működik, ahova várjuk a kedves érdeklődőket. Működik a Karcagi Csepürágók színjátszó csoport, amelynek a lényege az, hogy a csoport tagjai tematika szerint ismerkednek meg a színpadi elemekkel, illetve a különböző tevékenységek végzése által. Bepillantást nyernek abban, hogy milyen is egy színpadi produkció, illetve meg is tanultak már egy kis színpadi előadásra egy kis darabot, amelyet már több alkalommal elő is adtak. Most például jövő héten szombaton fognak Tisza Szent Imrén fellépni a kis színházi előadásukkal. Működik a Rumi Klub, amelynek a mottoja az, hogy játszani jó, és ennek az a lényege, hogy a Rumi Klub társasjátékot népszerűsítsék minél inkább a város lakossága között, és lehetőség van kedd délutánonként bekapcsolódni ebbe a játékba, kipróbálni, illetve csütörtökönként vannak már a régi tagoknak a foglalkozások, és havonta egyszer házi bajnokságot is szoktak szervezni. Ezt Kovácsné Kerekes Katalin kolléganőm vezeti. Működik az Életet az Éveknek nyugdíjas klub. Ugye itt az a célunk, hogy a nyugdíjas szépkorúak hétköznapjait is minél színesebbé és tartalmasabbá tegyük, illetve lehetőséget biztosítsunk a közösségépítő programok által arra, hogy ők is aktív részesei legyenek egy-egy jól működő közösségnek. Ezt is Kovácsné Kerekes Katalin kolléganőm vezeti. A Nemzeti Művelődési Intézet indított el az aszakkör programot, és ennek keretében 3 szakkörünk is működik, a Kun Rózsa csipkekör, melyet Őrsi Népető annak vezet, és ők hetente, minden héten pénteken 4-6 óráig találkoznak a Dériné Kulturális Központban. Tavasszal indult el a Quilling szakkörünk, amely papírcsíkokból álló kis dekorációkat, papírcsíkokból tudnak különböző dekorációkat, tárgyakat elkészíteni. Ezt Csené Susán Zsuzsanna vezeti, és ők minden héten, hétfőn 4-6 óráig találkoznak. Az első foglalkozásuk az október 9-én fog megvalósulni. Ebben az évben fogjuk beindítani októberben a mézes kalácsütő szakkövetkészítő szakkörünket, amely szintén az a szakkör keretében valósul meg. Ez Gulyás Hédi kolléganőm fogja vezetni, és ennek is a helyszíne a Dériné Kulturális Központ, és hetente egy alkalommal, minden héten szerdán 4-6 óráig fognak találkozni a kedves érdeklődők, és kipróbálhatják a mézes kalács készítés apró cseprő fortéjait. Működni fog intézményünkben a Quiz Klub, amelyet Fazekas Róbert fog vezetni, péntek délutánonként 4-6 óráig, és ide várunk minden olyan érdeklődőt, aki szeretné a tudását próbára tenni, illetve újraindul az a
pandémiás időszakot követően újraindul a Kunkuckó diákját színjátszókör, amelyet Szabó Péterné kolléganőm fog vezetni. Az első foglalkozásuk október 12-én lesz, 14:30, ez pedig a ifjúsági házban, a Csokonai Könyvtárban fog megvalósulni, és azt elfejtettem mondani, hogy a Csepürágók színjátszó csoport, ők nekik a programjuk az mindig, a próbáik azok a Csokonai Könyvtárban valósulnak meg, és ezeknek a időpontja hétfőnként 9-től fél 11-ig, és a foglalkozásokat szintén Szabó Péterné kolléganőm vezeti. Én megköszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt, és beszámolt erről a színes program kínálatról, amely előttünk áll. Köszönöm szépen. Én köszönöm szépen a meghívást.